Képviselői irodát nyitott Erdős Norbert, európai parlamenti képviselő a Békés Megyei önkormányzat épületében. A kezdeményezés egyedülálló abban a tekintetben, hogy Erdős Norbert személyében először van az európai parlamentben olyan képviselő, aki Békés Megyei. Ez előnyt jelent a térségben élők számára, hiszen kérdéseiket olyan képviselőnek tehetik fel, aki pontosan ismeri a megye adottságait, gondjait, problémáit. És szerettünk volna lehetőséget biztosítani a képviselő úrnak, hogy találkozhasson az ítélőkkel, az itt működő vállalkozásokkal, polgármesterekkel. És ez indított bennünket arra, hogy ezt az irodát megnyissuk annak érdekében, hogy itt ez a találkozás létrejöhessen, ez a koordináció megvalósulhasson. Erdős Norbert képviselőt munkája az Európai Unióhoz köti. Ideje javarészét Brüsszelben és Strasbourgban tölti, ezért a képviselői irodában személyesen nem tud jelen lenni. A képviselet szimbolikus azt jelzi, hogy békés megye jelen van az Unióban, és a képviselő figyel békés megyére. Az Agrár- és Bizottságban dolgozok egyetlen magyar főtakként. Ez ugye nagy felelősség, de minden képviselőnek van úgynevezett pótbizottsága is. Ez pedig a Kulturális Bizottság. A Kulturális Bizottság pedig felüleli az ifjúsági ügyeket oktatást és kultúrát. A képviselet azt a célt szolgálja, hogy a választópolgárok helyben mondhassák-e gondjaikat, problémáikat. Abban az esetben, ha uniós pályázatokkal kapcsolatban érdeklődik valaki, uniós projektekhez információra, közreműködése van szüksége, esetleg uniós szabályozással összefüggésben merül fel kérdése, bátran keresse a képviselői irodát a Békés megyei önkormányzat épületében Békés az Árpád -sor 18 szám alatt.